Csatornafejlesztés, a csapadék csatorna rendszer kapacitásának növelése az egyik kiemelt feladata a Nyíregyházán zajló 662 millió forintból megvalósuló beruházásnak. Nőtt a lakossági fogyasztás. A KSH által vizsgált főcsoportokon belül a vendéglátás és háztartásbeli kiadások nőttek a legnagyobb arányban. Otthonsegítés és kapaszkodó. A fogyatékkal élők családjainak segít most induló újszerű programjaival az EFOÉSZ. millió forintból fejlesztik a csapadék vízelvezető hálózatot Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A csapadék csatorna rendszer kapacitásának a növelése az egyik kiemelt feladata a beruházásnak, amely a megyeszékhelyen Borbánya és Malomkert városrészeket érinti. A fejlesztéssel egy több évtizedes probléma oldódik meg, ugyanis nagyobb esőzések idején a belvíz milliós nagyságrendű károkat okozott ezeken a területeken. A beruházások egy jelentős része lezajlott, a teljes megvalósítás már a végéhez közelít. 2016. július 27-én indult el a Nyíregyháza, Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvízelvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése című projekt. Ez toppos forrásból több mint 662 millió forintból valósul meg. A teljes projekt 5 szakaszból áll. 5. elemként került be a pályázatban keletkezett megtakarítás terhére a Virágfürt utcai projektelem. A Virágfürt utcának a csapadékvíz rendszere épült ki, amely eddig nem volt kiépítve, így a esős időszakokban a több helyen a kerteket, utcákat elöntötte a víz, és 20-30 centis vízben kellett gázolni az embereknek. A csapadékvíz csatorna a Napsugár utcától a Virágfürt utca végén T-alakban elágazó utcáknak a megfelelő pontjaig épültek ki, amelynek a jobb oldali elágazásában megépült egy csapadékvíz áptemelő a mélyponton. Ez automatikusan átnyomja a vizet a Virágfürt utcai befogadó árokrendszerbe. Az automata folyamat biztosítja azt is, hogy csak hiba esetén kell kivonulni a szerkezethez. Csapadékvíz rendszer a Virágfürt utcán 2x430 méter körülbelül, ami megépült árokrendszer. Az árokrendszer úgy épült meg, hogy a lakossági bejáratoknál, illetve a lakosság által már leburkolt felületeken fedlapos áteresként működik, és biztosítja a befogadó felé az vízelvezetést. A projekt korábbi elemei érintették a Tünde, a Lújza, az Alma, a Vércse, a Tüzér utcát, valamint a Malomkert második ütemének részeként a Szántó-Kovács János utcai parkoló területét. Nőtt a magyar háztartások fogyasztása a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján. A KSH által vizsgált főcsoportokon belül a vendéglátás és háztartásbeli kiadások nőttek a legnagyobb arányban. A megnövekedett fogyasztás a jövedelmek növekedésével hozható párhuzamba. A Központi Statisztikai Hivatal minden évben felmérés készít, melyben a háztartások fogyasztását vizsgálja. A KSH előzetes adatai alapján 2017-ben az egy főre vetített heti kiadás 82.900 forint volt, ami 5,1%-os reálérték növekedés jelent a 2016-os évhez képest. Az összes csoportban nőtt fogyasztás, legnagyobb mértékben a vendéglátásra és a szálláshelyszolgáltatásra folytott összegek emelkedtek. Ezek reálértéken 9,7%-kal, és ezt követik a lakberendezési és a háztartásbeli kiadások 9,3%-os növekedéssel. Egyébként a legnagyobb szeletet a fogyasztási szerkezeten belül az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra kiadott összegek tették ki. 22.500 forintot havonta egy főre vetítve. Ezek azok az élelmiszerek és italok, amelyeket otthoni fogyasztásra vásároltak a háztartások. Az értékeket több tényező is befolyásolhatja, ilyen például a jövedelem változás a háztartásokban, ez pedig 2017-ben nőtt. A KSH közleménye szerint minél nagyobb a lakosság szabadon elkölthető jövedelme, annál nagyobb eséllyel képes finanszírozni további szükségleteit. Amikor a kiadásokat vizsgáljuk, akkor egyébként azt is érdekes megnézni, hogy a fogyasztási szerkezeten belül melyik tényező mekkora százalékot tett ki a teljes fogyasztáson belül. Például ez a 22.500 forintos fogyasztás az élelmiszerekre, ez 27%-ot tett ki a teljes fogyasztáson belül.
ezt követték a lakásfenntartás és háztartási energiakiadások, ugye a rezsikiadások. Ez 21%-ot tett ki a teljes fogyasztáson belül, 17.500 forinttal. A harmadik legnagyobb kiadást pedig a közlekedésre és szállításra költött összegek jelentették 2017-ben. Az adatok a teljes feldolgozottság után, az Eurostat validálása után válnak véglegessé. Két új családokat és szülőket segítő programot indít az EFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Az egyik az otthon segítő szolgáltatás. A 10 éve sikeresen működő fecske szolgálat folytatása. Ennek során a fogyatékkal élő gyerekekkel és fiatalokkal a saját háztartásukban foglalkoznak, csökkentve ezzel a szülőkre háruló terheken. A kapaszkodó program keretében pedig a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakembereknek és a szülőknek szerveznek majd képzéseket és táborokat. 1981 óta támogatja az EFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a fogyatékkal élőket és családjaikat. Megyénkben 5 telephelyen látják el feladataikat, az egyik itt van Újfehértón. A korai fejlesztés, a fejlesztőnevelés oktatás, a támogató szolgálat mellett nappali ellátásban részesítik a 3 év feletti sérülteket. Itt 10 szakember összesen mintegy 50 gyermekkel, fiatallal és felnőttel foglalkozik. Az ellátottak különböző programokon vehetnek részt a mindennapi elfoglaltságok mellett. Jó érzem magam, jó, mindent festek, mindent kapálunk, kerted, meg képszeget festünk, udvarsepelnünk, minden, sok mindent. Az EFOÉSZ megyei egyesülete folyamatosan pályázik, most 2 új program indul. Az egyik a 10 éve nagy sikerrel működő fecskeszolgálat folytatása. A fogyatékkal élők otthonukban való segítésére 20 millió forintot nyert az egyesület állami forrásból. A májusban elindult másik programnak köszönhetően pedig a szülők mellett a sérültekkel foglalkozó szakembereket is támogatják. Ez a kapaszkodók nevet kaptam, és ennek keretében speciális eszközök kerülnek beszerzésre, valamint a szakembereink képzéseken, tréningeken vesznek részt, amelyel, vagy ahol újfajta terápiás technikákat tanulnak meg, illetve a fogyatékos gyermekek családjaikkal együtt táborokban vehetnek részt, ahol a kikapcsolódás mellett a szülők különböző hasznos információkkal gazdagodnak, ilyen probléma megoldási technikákat tanulhatnak meg. A nappali ellátásban résztvevő fiatalok és felnőtt sérültek nem csak a házi munkák elvégzését tanulják meg az EFOÉSZ-nál, kézműves foglalkozásokon a tehetségüket is fejleszthetik. Gyöngyfűzés, szabásvarrás, festés, agyagozás. Csupán néhány a kedvencekből. A gyerekek pedig a játék mellett érdekes és szórakoztató fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Idén országosan 89. alkalommal rendezik meg az ünnepi könyvhetet, 17. alkalommal pedig a gyermekkönyvnapokat. Nyíregyházán több mint 60 éve folyamatosan megtartják a rendezvénysorozatot, amelynek célja, hogy az olvasást népszerűsítse, valamint lehetőséget biztosítson az író-olvasói találkozókra is. Utca zenével és mazsorett előadással kezdődött a 89. ünnepi könyvhét megnyitója Nyíregyházán. A programok egy héten keresztül zajlanak majd a Kossuth téren, ahol hangversennyel, képzőművészeti foglalkozásokkal, valamint különböző előadásokkal is várják a látogatókat. A könyvtár vállalja azt a közvetítő szerepet az írók és olvasók között, mely a mai társadalomban nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar irodalmat, a magyar kortárs irodalmat népszerűsítsük. De én úgy gondolom, hogy ahogy az országos szlogen is szól, hogy olvasó vagyok, ez így van, egyre népszerűbb az olvasás, hál' Istennek egyre több könyv születik, egyre több kortárs magyar íróval, költővel van lehetőségünk megismerkedni, és az ünnepi könyvhét nagyon jó lehetőség arra, hogy egy közvetlen, kötetlenebb formában, úgy, ahogy kezdetben még 1929-ben ennek a megálmodói eltervezték, úgynevezett ingújban találkozhasson az olvasó és az író, és egymásra találjon a mű és a befogadója. Az igazgató hozzátette, a rendezvény további célja, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is megszólítsák és olvasóvá neveljék. Závada Pál író szerint egyre kevesebbet foglalkozunk az olvasással, és a kultúra, a művelődés és az oktatás sincs eléggé megbecsülve. Őszintén szólva, az az érzésem, mostanában több buzdításról van szükség, mint korábbi években. Én ebben veterán vagyok most már, elmondhatom, hogy korábbi könyvheteken
Hát azért kevesebb volt a protokoll és a csinnadratta, és több volt a könyv, és több volt az olvasó. Most meg már hát így elvétve jelennek meg kiadók és terjesztők a könyveikkel. Egy kicsit az az érzésem, hogy mintha így könyvhét alkalmával ki volna ez pipálva, pedig hát vidéki városokban, településekben különösen nagy jelentősége lehetne annak, hogy önkormányzatok és helyi intézmények, hát főleg ugye a könyvtár, az iskolák, a művelődési házak, amelyek hát bizony mostan nagyon le vannak gatyásodva ilyen tekintetben, kicsit ellentartanának annak, ahogy a kultúra ügye, a művelődés ügye, az oktatás ügye, hát hogy így számon van tartva, illetve hát nincs eléggé megbecsülve. Závada Pál hozzátette, fontos a fiatalokat arra csábítani, hogy odafigyeljenek az értékrendjükre és a minőség felé orientálódjanak, erre pedig kiváló alkalom a minden évben megrendezett ünnepi könyvhét is. A véradás fontosságára és egy kárpátaljai rehabilitációs központ felépítésére hívja fel a figyelmet az a karitatív futás, amely június 4-én indult Budapestről, majd 500 km megtétele után éri el az ukrajnai Rát települését. A futás megállóhelyein így Nyíregyházán is véradást szerveztek. Csütörtök délután megérkeztek a futók Nyíregyházára a korzó mögötti térre. Debrecen irányából jöttek, és a tervek szerint még péntek délután elérik az ukrajnai Rátot. Az eseménnyel egy időben a véradókat is várták a korzó első emeletén. A karitatív futóversenyhez ugyanis csatlakozott az országos vérellátó szolgálat is. Naponta körülbelül 1600-1800-an szoktak elmenni vért adni. Nyáron sajnos a szabadságolások és az allergia szezon miatt ez sokkal kevesebb, viszont ugyanannyi vérre van a nyári időszakban is szükség, ezért minden nap a rajtunk óta egy véradó napot szervezünk. Így érkeztünk meg ma Nyíregyházára. Ezt megelőzte egy debreceni és szolnoki és egy budapesti véradó állomás. Szlogenünk szimbolikus üzenete, hogy felelősek vagyunk a határon túli magyarokért, a határon túl élő árvaházban élő magyar gyermekekért pedig különösképpen. Ezért nem csak véradókat toborzunk, hanem adományokat is gyűjtünk egy kárpátaljai katolikus gyermekotthon javára. A futóverseny nyíregyházi szakaszához többen is csatlakoztak. A vasváris diákok például másfél kilométeren keresztül kísérték az ultrafutókat. Sperka Tamás tegnap este Hajdúhatházon csatlakozott a csapathoz. Televíziónknak azt mondta, fontosnak tartja a rendezvény mindkét célját. Hát gyakorlatilag ennek a futásnak a célja az, ami motivál. Egyrészt a véradás, másrészt pedig a ukrajnai gyermekotthonnak a segítése. A futók Ukrajnába érkezésekor a Ráti Szent Mihály Rehabilitációs Központot is felavatják majd, amelyben itt szombaton már meg is kezdődhet az árva gyerekek gyógyítása. Csütörtök este a Continental Arénában megnyitották a 4. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét. Péntektől vasárnapig 88 csapat verseny Nyíregyháza és Kisvárda sportcsarnokaiban az érmekért és a helyezésekért. A 6 és 18 év közötti korosztályban 280 ezer tanuló vesz részt a Diákolimpia országos versenyrendszerében. A 18 sportágból 4 küzdelmeinek ezen a hétvégén Szabolcs-Szatmár Bereg megy ad otthont. A 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntő a legnépesebb, labdarúgásban, kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában 1008 sportoló lép pályára Kisvárdán és Nyíregyházán. A döntő ünnepélyes megnyitója csütörtök este tartották a Continental Arénában. Bízunk benne, hogy azért mindenki a különböző versenyszámokba olyan élményekkel gazdagodik majd, amelyekkel majd jó szívvel emlékezik vissza Nyíregyházára, vagy akár Kisvárdára, egyben Szabolcs-Szatmár Bereg megyére. Nekünk ez a legnagyobb elismerés, és hát nagyon bízunk abba is természetesen, hogy a megyebeli sportolóink, akik kivívták a jogot arra, hogy az országos döntő részt vegyenek, legalább olyan sikereket érnek el, mint a tavalyi évben a röplabdás lányok, akik ugye aranyérmet szereztek. Nagyon szeretnénk most is, hogyha néhány érem itt maradna a megyében. Természetesen nem ez a legfontosabb az, hogy valóban mindenki jól érezze magát, akár gyerek, akár testnevelő, akár kísérő szülő. Nekünk azt hiszem, hogy ettől nagyobb élmény már nem is nagyon adhatott volna meg a Magyar Diáksport Szövetség, mint hogy ránk bízta ez az országos döntő. Mi igyekszünk a kihívásoknak megfelelni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a legfontosabb az, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, azzal, hogy bejutottak az országos döntőbe, már minden fiatal győztesnek érezheti magát.
Nagyon örülök annak, hogy itt a városunkban köszönhetünk ennyi gyereket, és a Diákolimpia mindenkinek egy presztízs. Én úgy gondolom, hogy itt ülnek, és itt vannak most a jövő bajnokai, akiknek a céljaik nem más, mint hogy a jövő legnagyobb bajnokai legyenek. Hogyha megnézzük a mostani bajnokokat, biztos, hogy voltak Diákolimpián, úgyhogy már az, hogyha valakit képviseli magát egy döntőn, az óriási lehetőség és óriási dolog, hiszen az az elkötelezettség, az a szorgalom, az a hit, ami bennük benne van, az mind-mind példaértékű, úgyhogy már szeretnék is, hogy kezdődjön. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, és remélem, hogy mindenki el fogja érni mindazt, amit kitűzök maga elé. Péntek és szombati csoportmeccsek után vasárnap rendezik a helyosztókat, a bronzmeccset és a döntőket. Kisvárdán a kézilabdázók, Nyíregyházán pedig a labdarúgók, kosárlabdázók és röplabdázók küzdenek az érmekért. A hetedik helyen zárta a szezont a labdarúgó MB3 keleti csoportjában a nyírbátori futballcsapat. Ambrusz Árpád együttese 10 győzelem mellett 7 döntetlent játszott, és 11-szer szenvedett vereséget. A bátoriak július elején kezdik el a felkészülést már az új edző irányításával. A mezőny első felét célozta meg a szezon kezdetén a nyírbátori FC, és ezt a tervet maradéktalanul teljesítette is az Ambrusz Árpád által irányított együttes. A bajnokság első felében 20 pontot gyűjtött a bátor, tavasszal pedig 17 pont került a csapat neve mellé. A téli szünetben távozott a házi gólkirály, az ősszel 15 találatig jutó Hornyák Marcell, akinek pótlását házon belül igyekeztek megoldani. Végül 50%-hoz közeli mérleggel, 10 győzelemmel, 7 döntettennel és 11 vereséggel a hetedik helyen zárta a bajnokságot a nyírbátor. Ha azt nézzük, hogy az utóbbi 5 év legjobb szereplés, akkor maradéktalanul elégedettek lehetünk. És még továbbra azt is nézzük, hogy télen elengedtük az MB3 legjobb játékosát, Hornyák Marcellt. Tudtuk, hogy utána nélküle nehezebb lesz. Ha ő maradt volna, akkor gondolom, hogy dobogó közeli helyen végeztünk volna, de ez nekünk ugyanolyan öröm, hogy tudtunk feladni egy játékost az MB2-be, és még ráadásul az elmúlt 5 év legjobb eredményét értük el az MB3-ba. A keleti csoportban a Monor szerezte meg a bajnoki címet, amellyel feljutott az NB2-be. A Salgótarján már korábban visszalépett, mellette a Tája és a Deac búcsúzott az NB3-tól. A klubelnök szerint kiegyenlített volt a csoport mezőnye. Én azt gondolom, hogy összességében nem volt túl erős, de ha azt nézzük, hogy az 5. hely és a 13. hely között azt hiszem 5 pont különbség volt, tehát inkább szorosnak mondható. Nagyon az utolsó fordulóba dőlt el, hogy kik fognak kiesni, és a 3 héttel az kieső helyen álló csapatnak még akár volt az 5. hely megszerzésére is lehetőség, tehát inkább azt mondom, hogy kiegyenlített volt. A nyírbátori csapat július elején kezdi el a felkészülés, mégpedig új edzővel, mivel a korábbi tréner Ambrusz Árpád csatlakozik a Nyíregyháza Spartakusz szakmai stábjához. Baracsi Balázs elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan fiatal szakemberre szeretnék bízni a csapatot, amelynek játékos kerete a felkészülés kezdetére alakul majd ki. 2 külföldi játékossal is erősített a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. A nyártól az együttesben folytatja a korábban horvát és szlovén bajnoki címet és kupát nyert Anetta Perejka Benko, valamint Andrea Krikovács, a montenegróiak Európa bajnok jobb átlövője. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 662 millió forintból fejlesztik a csapadékvízzel vezető hálózatot Nyíregyházán. A csapadékcsatornarendszer kapacitásának növelése az egyik kiemelt feladata a beruházásnak, amely a megyeszékhelyen Borbánya és Malomkert városrészeket érinti. A fejlesztéssel egy több évtizedes probléma oldódik meg, ugyanis nagyobb esőzések idején a belvíz milliós nagyságrendű károkat okozott ezeken a területeken. A beruházások egy jelentős része lezajlott, a teljes megvalósítás már a végéhez közelít. Nőtt a magyar háztartások fogyasztása a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján. A KSH által vizsgált főcsoportokon belül a vendéglátási és háztartásbeli kiadások nőttek a legnagyobb arányban. A megnövekedett fogyasztás a jövedelmek növekedésével hozható párhuzamba. 2 új családokat és szülőket segítő programot indít az EFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Az egyik az otthon segítő szolgáltatás, a 10 éve sikeresen működő fecske szolgálat folytatása. Ennek során a fogyatékkal élő gyerekekkel és fiatalokkal a saját háztartásukban foglalkoznak, csökkentve ezzel a szülőkre háruló terheken.
A kapaszkodók program keretében pedig a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakembereknek és a szülőknek szerveznek majd képzéseket és táborokat. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 8-án pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Lényegesen nem változik hazánk időjárása, folytatódik a meleg idő, és a labilis levegőben több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az előttünk álló éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban sem várható lényeges változás az időjárás jellegében. Általában sok napsütésre van kilátás, emellett gyakran képződnek gomoly felhők. Főleg a jövő hét elején várható többfelé záporeső, zivatar. Zivatarok térségében a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A minimum hőmérséklet nem változik, a jövő hét közepétől azonban néhány fokkal gyengül a nappali felmelegedés.